אנחנו קוראים בספר כתבי רבש, כרך א', Rabas írásaiból olvassunk, mondják az oldalszámot, mi a szlihotra való felkészülés, nincs angol fordítása írásban, a Kabbala TV-n keresztül kérdéseket fölrakni, és a megfelelő kérdések lesznek sugározva lecke során. Tehát Rabas írásaiból a szlihotra való felkészülés ismert, hogy minden, amire vágyunk, az felkészülést igényel, és ennek megfelelően, hogy kell az embernek felkészülnie annak érdekében, hogy bűnbocsánatot nyerjem. A fizikai világban mi azt láthatjuk, hogy az ember nem csak akkor mondja az embernek, hogy bocsáss meg, hogyha valamit számíthat, valamit szeretne kapni a másiktól, valami, tehát valami, és ha valami olyan problémát okozott neki, ami valóban igazán veszteséget okozott a másiknak. És az ember barátja akkor kér bocsánatot, hogyha a bűn, amit elkövet az ember, a másikkal szemben egyértelmű. És itt két megkülönböztetés kell. Nyilvánvalóan az egyik, amikor az ember úgy tekint a másikra, hogy értelem feletti hittel közelíti meg a bűnbocsánatot, a másik pedig az, amikor teljesen egyértelmű, miért kell bocsánatot nyernie. És az emberek, akik az utca embere, azok annyis azon mondják, hogy bocsánat, ne haragudj, elnézést, hogy szinte nehéz megérteni, hogy miért mondják, mert a megbocsájtás az kizárólag ahhoz kapcsolódik, aki valami fajta bűnt követett el. A másik dolog pedig az, hogy amikor valaki nagy veszteséget okozott a másiknak, és ezért elnézést kért, bűnbocsánatot, a másik pedig egy sokkal kisebb bűnt okozott, és mégis lehet, hogy hatalmas bűnnek gondolja ezt, és ezért a bűnbocsánat az valami egészen más megközelítésű lesz, mint az első esetben. Tehát nyilván itt felmerül egy kérdés, hogy mit jelent a bűnbocsánat maga. Az embernek a mértékemvel, amivel a bűnbocsánatot mérnie kell, az a kár, amit a barátjának okozott, és nyilván ez adja meg az eszközt, amivel az embernek a bűnbocsánathoz közelednie kell. És ebből láthatjuk, ennek a hasonlóságát láthatjuk a felső gondviselés tekintetében is, tehát hogy az embernek hogyan kell kezelnie a bűnbocsánat kérdését, pontosan úgy, hogy a barátjával szemben kezeli. Az embernek meg kell tanulni ugyanabban a sorrendben, mint az ember-ember közötti bűnbocsánat, ugyanilyen sorrendben kell megélni az ember és az Isten közötti bűnbocsánatnak is. Tehát a teremtő bűnbeesett a teremtővel való kapcsolatában, akkor ebben itt is két megkülönböztető képesség, két megkülönböztető bűnbocsáti megoldás van. Az első, hogy valóban az első esetben, amikor egyértelmű a bűnnek az elkövetése, ehhez kell hozzáigazítani a bűnbocsátot, a másik pedig, amikor a bűnbocsánat annak érdekében történik, hogy az ember olyan mértékben kérjen bűnbocsánat, amilyen mértékben a bűnt elkövette. Az embernek kérnék kell a teremtőt, hogy bocsásson meg a bűnét, amelyet elkövetett. Akkor az embernek végig kell gondolnia a lényegét annak a bűnnek, amit elkövetett a teremtő irányába. Mert hogyha az ember nem érzi a bűnnek az erejét, akkor nem fog őszinte lenni a bűnbocsánat kérése, és ezért ez vagy csak egy üres felfelé való kiáltozásnak vagy viccelésnek tűnhet a bűnbocsánatnak a követelése. Ha az ember nem érzi önmagában annak a tettnek a súlyát, amivel bűnt követett el a teremtő ellen az ember, akkor nem tudja megállapítani a helyes bűnbocsánat mértékét sem. Ezért az ember, aki bűnt követett el, és ez megváltásra kerül, ez azt is jelenti, hogy az ember, aki nem érzi a bűnt, amit elkövetett a teremtőre, egyáltalán is kérheti annak a bűnbocsátát. És nyilván a második vizsgálatnak megfelelően, amit az előbb kielemeztünk, hogy az embernek tudnia kell a bűnnek a mértékét, ahhoz, hogy az ember pontosan értékelni tudja a kárnak a mértéket, amit okozott a királynak, különben nem lesz képes bűnbocsánatot nyerni, hiszen nincs meg a területe a bűnbocsánatra. Ezért az embernek amilyen mértékben csak lehetséges, képesség kell válnia egy kérést tenni a teremtőhöz, hogy bocsássa meg a bűnét, mégpedig a bűnének megfelelő mértékben, hogy a két dolog egyensúlyban legyen egymással. És a bölcsek mondják, hogy a bűnösök
a bűnösök számára a bűn úgy tűnhet, hogy tehát a bűnösök számára egy bűn semmiségnek tűnhet, mert az igaz ember számára a legkisebb bűn is hegynek tűnhet. Tehát és ennek megfelelően kell megítélni a dolgokat. A lényeg az, hogy amikor az ember nem figyel arra, hogy ki okozott kinek bűn, és nem érezhető pontosan a teremtőnek a fontossága, akkor az elveszíti a hitét a bűnbocsánatban. Tehát mivel én zsidó vagyok, ezért az Elul hónapjában, nyilván Izraelben van egy szokás, az összes generáció a kegyelemre irányul, és mindenki, akit Izraelnek tekintünk, azok számára ismert, hogy ez az idő, amikor a teremtőt kérni kell a bűnbocsánatra, és hogy bocsássa meg Izrael házának bűnét. És akkor szólít, akkor fújják meg a sofárt is, a kürtöt, hogy az emberek szíve azzal a gondolattal fordul a teremtőhöz, hogy adjon bűnbocsánatot az összes bűn felett a teremtő. És ilyen módon az embernek először bűnbocsánatot kell kérni a teremtőtől, minden bűnért, de a mértéke annak, de tudnak el, mi a mértéke annak, amivel a király dicsőségének kárt okozott az ember, és az embernek először ennek a mértékehez kell eljutni. Tehát nyilvánvalóan a teremtő nagyszerűségével, tehát hite adja meg az embernek ezt, és ezen keresztül tudja az ember megbecsülni azt a kárt, amit ő a bűnével okozott a teremtő Istennek. És akkor kiderül, hogy mindazok, akik a bűnbocsánatért fordulnak, felkészülés nélkül, akkor nyilván ők miért kérnek bűnbocsánatot, és ez nyilvánvalóan ugyanazzal arányos, hogyha valaki bűnbocsánatot akar kérni valakitől, és nem tudja, hogy mekkora bűnt követett ellenében, akkor hogy lehet őszinte a bűnbocsánatra való kérelme? Hiszen lehet, hogy csak egy kicsi bűnt követett el, és komolyan bűnbocsánatot törekszik. Tehát a megbocsátás értékét pontosan az adja, hogy az, aki elkövette a bűnt, mennyire látja a bűnnek a mértékét, és a kárnak a mértékét. És akkor kiderül, hogy mielőtt az ember eljutna a bűnbocsánatig, mindenek előtt egy belső vizsgálatot kell végrehajtania a bűnnek a bűnnek kapcsolatban, és úgy kell látni a bűnt, hogy ez egy... hogy az elméleti bűn az abban nyilvánul meg, hogy az ember csak egy lehetőséget teremtette meg a bűnnek, miközben nincs értelemfeletti hit állapotában, és nyilvánvalóan itt ahhoz, hogy az ember ezt átlássa, még a részbeni hit is elég a számára, ahogy azt a 10 fél a tanulmányában leírom, hogy az embernek ahhoz, hogy az ember szembesüljön a bűnével, ahhoz nem kell, hogy állandóan szembesüljön a teljes hitével. És az embernek azt kell kérnie mindenek előtt, hogy a teremtő bocsássa meg a bűnét, ez azt kell, hogy először azt kérje, hogy lássa a bűnét, hogy valóban láthassa, hogy mi volt a bűn, az pedig permanens hit kell. Tehát a teremtőnek megerősítést kell erre adni, hogy az ember az mindig az értelemfeletti hitével fogja a saját szívét vizsgálni, és ennek eredményeképpen az ember nem fog végrehajtani olyan bűnt, ami a teremtőt valóban sérteni, és ezért nyilván miután nincs a teremtő nagyszerűségének az érzékelése az ember birtokában, akkor hogyan tudna elfogadni a teremtőnek a létét, és azt, hogy ő nem okozhat kárt a teremtőnek, és ennek eredményeképpen amikor valaki a teremtőtől kér segítséget, akkor először megerősítést kell kapjon arra, hogy képes legyen a teremtő felé irányulni értelemfeletti hittel, mert ez a rész, amivel túlkerülhet azon a ponton, hogy valóban meg tudja ítélni a saját bűnének mértékét, a szükséges a hit, és legalább kicsi mértékben el kell fogadni a teremtőnek a felsőbbrendűséget. És az embernek végig kell hajtani mindenféle számításokat, amelyek arra irányulnak, hogy egyetlen dolog hiányzik a bűnbocsánathoz, ez pedig az, hogy képes legyen az ember egy belső vizsgálatot végrehajtani. És ez a különbség egy zsidó és egy nem zsidó között, hogy amikor az áldás megjelenik, akkor nekünk is áldani kell a teremtőt, hogy engem is most már zsidóvá emelt, és nyilvánvalóan, ugye, tehát az embernek úgy kell önmagára tekinteni, hogy mi a különbség a között, hogy Izrael része vagyok, vagy idegen vagyok, és nyilván tudnom kell, hogy a legfontosabb dolog a hitben,
hogy Izrael higgyen a teremtőben, és az idegenek pedig nem hisznek a teremtőben. Azaz minden egyes embernek az adakozásban kell hinnie, és nyilván mit nevezünk Tehát miután az ember végrehajtott ezt a vizsgálatot, le kell ellenőrizni magát, hogy mi a hitének a mértéke, ez vagy a tíz fiatal mérbezetében van írva, hogy az ember mennyire akar a teremtőben hinni, és akkor kapja meg a képességet az ember arra, hogy meglássa az igazságot, hogy valóban csak a teremtőnek az érdekében szabad dolgozni, és csak kicsi mértékben tud az ember először, és képes először a teremtőért dolgozni. És nyilván állandóan vigyázni kell, hogy az önzésével ne okozzon sérülést ebben a kapcsolatban. Tehát, a teremtő hogyan tesztelhető le, hogy mit akar? De nyilván az embernek pozícionálnia kell magát ebben a dilemmában. Figyelsz, Név? Vagy Cvika? Még jobb, ha te figyelsz. Tehát mondjuk, ugye most mindenki láthatja őt. Nem Névet, Cvikát. Látsátok Cvikát? Igen, na itt van. Most láthatjuk Cvikát, oké. Itt van egy fickó. Tehát mit akarok mondani? Ez egy méltóság teljes ember, és hogy kezelje a teremtő akkor ezt a kapcsolatot, amit te ki akarsz építeni a teremtővel? Abban a mértékben, amilyen mértékben te nyilvánvalóan uralkodni fogsz a megszerzési vágyadon, abban a mértékben tudsz a teremtőhez fordulni. Tehát mondjuk, valaki alázattal akar végezni a munkáját, dolgozni akar, és akkor, és aztán valaki feljelent téged, mondjuk egy rendőrségi feljelentést küldened, hogy te csináltál valamit, ez vagy az 15-20 évvel ezelőtt, most ez felszínre bukott, és ez nem túl jó. Tehát a teremtő 20 évvel később elgáncsol téged amiatt, amit ott csináltam. Ez kiszámíthatatlan faktor, hogy hogy fogsz előreadni ilyen módon. Tehát az, hogy mit csináltam 30-40 évvel ezelőtt, nyilvánvalóan nem tudhatod, hogy mikor jut vissza. Tehát a kérdés az az, hogy hogyan akarod te mindezt elfogadni, ezt a tényt? Hogy tudod csókkal elfogadni azt, hogy ez kiderült? És mert ez egy hatalmas lehetőség, hogy meghalld a teremtőt, hiszen a teremtő tette ez veled, és nyilván neked fölé kell emelkedni az egódnak. Ez nem túlságosan egyszerű. Egyetértesz, vagy nem? Miért? De ez előtt történt már ilyen, de ez borzasztó dolog, mondja Cvika. Ha az ember nem elég erős belül, akkor összeomlik. Nem, senki nem rak eléd ok nélkül nehézséget. A nehézségek mindig a szentségnek a megnyilvánulásai. Tehát én nem arról a hétköznapi emberekről beszélek, akik Izrael állam elnökére szeretnék lenni, hanem arról a fajta nehézség, és akkor milyen nehézségből ütközik ez. Én arról a nehézségről beszélek, amikor az ember azzal szembesül, hogy nincs más rajta kívül, hogy megértsem, hogy a teremtő vezényel mindent, hogy én valóban meg akarjam érteni ő, hogy hogy lehet vele összetapadni. Ez az, amit akarok, semmi más. Tehát az összetapadás által, hogy túl tudjak lépni mindezen, nyilvánvalóan ehhez kell egyfajta belső megerősítés. Tehát nyilvánvalóan, hogyha 20 évvel ezelőtt elkövettem valamit, és most pedig előkotorta valaki, nyilvánvalóan akkor nekem ezt arra kell felhasználnom, hogy még jobban össze tudjak tapadni a teremtővel. Tehát nekem egy eszközként kell ezt látnom, hogy tulajdonképpen az összetapadás felé vezető úton ez egy újabb állomás. Oké, várjuk egy kicsit, mondja Cvika.
Tehát ön azt mondja, hogy mindig, amikor adok el a létán, az embernek állandóan egyre jobb bajokat kell kérni, ezt mondja most ön? Tehát elszívjuk a teremtő szeretetének, elfogadod, hogy hogy szeret téged. Oké, de akkor minden létrefokon nagyobb csapást kapok? Nem, ez nem te kapod a csapást, hanem a kapnakarásod. Mert téged az adományozás fel akar tolni. Oké, na de én ezt belül csapásnak élem meg. Így van, mutatja Rav, csak annak érdekében, hogy ki tudj lépni magadból, tép ki magadból egy darabot, az egódból egy darabot, és emelkedj fölé. És csüng a teremtőn. Na de csak ez az egyetem módja a létrevalójadásának, nem tudom, mondja Rav. De miért törődsz ezzel, ahogy mész előre? Mit törődsz ezzel? Én azt gondolom, hogy az igazak a kabbalisták, amikor emelkednek a létrán, azok jól érzik magukat. Mit jelent ez, hogy jól érzik magukat, mondja Rav mosolyogva? Tehát, hát jön a reformáló fény, ők tanulnak, a barátokkal előre haladnak. Persze, és akkor hát mész előre, mit gondolsz? Persze, mondja Cika. Hogyan emelkedsz az egód fölé? Hogyan fogsz kilépni mindebből? Hogy tudsz leválni mindenről? Elszemeled a csapást, és akkor ezáltal valóban kilépsz ebből a... Tehát képes vagy érezni a cselekedetet magát, hogy ami történik, így tanulhatod meg. Ez az egyetlen módja ennek. Hogyha az én kapni akarásom a csapásokat kap, akkor én nem akarok vele lenni. Különben... Tehát nézd, én veszek egy cigarettát, elszívom, élvezem, és hogyha... És hirtelen érzem, hogy ez fájdalmas, mondjuk szúr a szívem tőle, és újra ezt érzem, és érzem a fájdalmat, a cigarettának a fájdalmát, akkor a cigaretta ellenségemé válik, ami addig örömet adott, az ellenségemé válik. Az örömöm, mi nem értető ebben? A teremtő annak érdekében segítsen téged leválni az egódról, küld neked mindenféle fajta csapást. Te pedig, ugye része vagy mindennek, te az egódhoz csüngesz egyelőre, és minden, amit számítást végzel, hogy minden, amire képes vagy, az arra szolgál, hogy leválja az egódról valamilyen mértékben, a vágyaidon keresztül, és a csapások azok egy kiszámított módon érkeznek meg hozzád, mert nincs más rajta kívül, tehát neked le kell válnod az egódról, és valóban az adakozón kell csüngened, mert ő valójában nem csapást mér rád, hanem a fényt kapcsolja rád, és ez a fény az, ami az egód irányában csapásnak érzékelhető. Azonban, ha te felismered, hogy ez a fény, akkor meg fogod csókolni a botot, ami csépelt téged, mert akkor ez már nem bottá válik, hanem hirtelen ez a bot jó ízű irányító eszközé válik. Oké, na de akkor azt jelenti, hogy te azt tanítja, hogy mi a csapása felé menjünk. Hát attól függ, hogy írod le ezt, ezen a módon vagy ezen a módon írod le. A bot vagy a kígyó, ugye tanultuk, tehát mi más, nincs más. Oké, de a dolognak a lényege az az, hogy van egy kvalitatív csapás, ugye, vagy fizikai csapás, ugye, tehát vannak a gyerekek, a család, a felesége. Tehát nyilvánvalóan mit szólnak azok, hogyha én elvisz a rendőrség nyomozásra? Hát nézzetek meg Izrael embereinek a történetét. Hát mi azt tudjuk, hogy kell a csapás fölfogni, helyesen annyi csapásunk volt. Tehát gyakorlatilag ahhoz, hogy lekapcsoljunk az egónkról, ahhoz rengeteg csapáson vitték keresztül a nemzetünket, a népünket. Én nagyon egyszerű módon fordulok hozzád. Nyilvánvalóan kapsz egy idézést Isten segítségével a bíróságra, akkor még sikeres is lehetsz, és valóban nem ítélnek el. Tehát, mondja Rav mosolyogva, amit akarok mondani, hogy nem látod, hogy mindig
tulajdonképpen felülről vannak ezek a dolgok elrendezve, vagy mi mindig abban a viszonyban vagyunk, hogy felülről van rendeztek el a számunkra. És nem tudunk ehhez helyesen viszonyulni, ez a probléma. Tehát mi mindig csapásnak látjuk, nem tudjuk helyes módon használni ezt, ezért nem tudjuk kihúzni magunkat a megszerzési vágyból, beleakadunk, el vagyunk benne akadva, tehát nekünk önmagunkat ki kell húznunk, előre, minél jobban előrefele kell húznunk magunkat a korrekció felé, és minden egyes csapást úgy kell felfogni, hogy ez felülről érkezik, és a csapás helyett nekem azt kell éreznem, hogy ez tulajdonképpen nem a, sem a tórának, sem a halálnak nem a része, ez az életnek a része. Tehát mondhatnál nekem, amikor elkezdtél itt tanulni, akkor onnantól kezdve egyre rosszabb lett minden. Van egy vers erről, tehát ennek az az oka, tehát meg kell, hogy értsétek, hogy milyen fajta hozzáállásnak kell itt megjelennie. Tehát nincs itt semmi más probléma, csak az, hogy az embernek egy konzekvens módon mindent, ami az úton felbukkan, azt áldásnak kell fölfogni. Ez a teljes tóra. Különben csak az egódban lehetsz, és hogy tudnál előre haladni? Hogy tudnál túlemelkedni az egódon? Mert akkor jön a következő csapás, és a következő, és a következő, és hogyha te le akarsz várni a fáraótól, az hogy lenne ez másképp, hogy ne kapjon 10 csapást? De ez egy nagyon magas szint, amiről most nem beszél. Hát nézd már rá a történelemre, hogy egy csomó ember minden alkalommal hogy ítélték meg a 10 csapást. Tehát nézzétek meg, akit hány rakétát csapódott be Izraelbe, hányan élték ezt meg úgy, ahogy kellett, hányan élték meg helyesen. Oké, de az emberek nem értik pontosan, mi történik. Oké, nekünk kell elmagyarázni magyarok. Neked kell elmagyarázni, ki kell menni az emberekhez, és el kell magyarázni nekik, hogy ez történik. A mi megközelítésünk az, hogy nincs más rajta kívül, az nyilván helytelen. Tehát nekünk látni kell, hogy ő jó és jó cselekvő, és azt is látnunk kell, hogy mi az, ami bennünket helyes módon irányoz a világra, és hogy mi az, ami demonstrálja ezeket a bajokat. Tehát nekünk ezen belül el kell jutnunk az a ponthoz, ahol a bajokat úgy kell, hogy megérjük, hogy ez a szeretetnek a kifejeződései. És akkor látni fogjátok, hogy a bot az hogyan válik az életnek a bukéjával, az, ami csapkodott téged. Itt a cikkben Rabas azt mondja, ugye említi azt a képességet, hogy az ember képes legyen ezt a értelemfeti hittel elfogadni, ami történik. Tehát ugye 10 perc ezelőtt magyarázta el Cikának, hogy az embernek hogy kell irányoznia. Szinte lehetetlen ezt elérni. Tehát hogy tudok én leválni az egomról, hogy tudok kilépni a fáraótól, és elérjem a hitet? Mit kell ezt tennem, mert én még mindig nem értem. A környezet, mondja Rav, a környezet, ez az, ami megváltoztat. Ennyi. Te semmit nem tudsz tenni. Oké, na, de még a környezet is hibázhat, nem? Mindannyian együtt, mondja Rav. Itt egy külünk a leckén, együtt a tanárral, a tanulással, a környezettel, mindenkivel együtt, ha ti tényleg azt akarjátok, hogy leváljátok a fáraóról, az kizárólag az árvutot kell hozzá betartanatok. Ennyi. Különben csapásokat fogtok elszenvedni, addig, amíg bölcsebbek ki nem váltok. Amíg föl nem ismeritek, hogy ezek a csapások annak érdekében történnek, hogy segítsenek nektek leválni az egótokról. Nem csak, hogy fájdalmat okoznak nektek, és nyomorult fájdalomérzést adnak nektek, hanem valóban a felső gondviselésből kiléphettek. Mi csak azt kell, hogy megtanuljuk, hogy hogy kell ezt helyes módon elfogadni. Mivel itt meg kell konstruálni az arvotot, ez nem túl egyszerű.
אתה רוצה שיהיה לך טוב, אתה רוצה לברוח מהמכות. Nem te menekülsz a csapásoktól. Ugye itt mi még nem magasztos szintekről beszélünk, ami már mély adakozás van. Mi most, hogy hogyan lehet szólni, mint a teremtőtől, hogy hogy fogják legyőzni a fiúk a mennyei atyát. Tehát nagyon egyszerűen, mi a csapásoktól való menekülésről beszélünk, az emberek, a nemzetnek, nemzethez tartozó embereknek a szintjéről. Tehát egyszerűen meg kell ellógni a csapások elől. Tehát el akartok lógni Egyiptomból, akkor megvan a lehetőségetek. De úgy, hogy összekapcsoltok mindenkivel. Tehát a tanárral, a tanulással, a barátokkal. Végrehajtottak egy csomó olyan befolyást, amitől nem lehet megszökni. Tehát, hogy képesek a Tórának és a reformafénynek a befolyását megszerezni, és akkor megértetek, hogy a reformáló fény az befolyásol benneteket, és ez nem visz el benneteket sem a csapástól, sem a csapás közelében nem visz benneteket. Egyszerűen a fáraó az valójában mindig segít nektek, nem kell, hogy új király emelkedjen föl Egyiptom fölé. Tehát nyilvánvalóan itt egy olyan fáraóról van szó, akinek te egyébként hatalmas bőséget adott, és ha nem lenne változás ebben, akkor nem akarná kilépni ebből. Tehát te a jó király szolgálnád életed végéig. Ezért kell kivonulni egyébként, és ezért kell berogyasztani az egót, annak érdekében a csapásokkal, hogy valóban egy új király majd, mikor megjelenik, és akkor már nem ismeri Józsefet, akkor valóban megkezdődjön a megváltás. És a felkészülés a megváltásra. Jó, hogyha ezt elkezdjük megérteni, Terence. Je comprends pas pourquoi on doit demander pardon pour une chose où on n'est pas responsable. Annak kapcsolatban, amit most itt olvastunk, én nekem nem világos. Miért kérhetik olyanért bocsánatot, amire nem vagy felelős? Nem én teremtettem meg magam, nem tettem semmit. Akkor hogy kérhetek én bűnbocsánatot? Rav, ez helyesen, amit mondasz, ez igaz. Nyilván abban a mértékében, milyen állapotban most vagy, ez helyesen, amit mondasz. Akkor miért kell bűnbocsánatot kérnünk a szöveggel megegyezésben, Rav? A gyerek csinál valami rosszat, nem ért, hogy mit csinált, még azt sem ért, hogy rossz ez, annak érdekében, hogy tanítsuk őt, ne kövesse el még egyszer nekünk, meg kell mutatni neki, hogy ez helytelen volt. Azaz, egy bizonyos fajta jelzést kell tennünk az egoista vágyára, hogy itt valami rosszat tett, visszajelzést kell adnunk, és hogy ezen az egoista vágyon belül képes legyen felismerni, hogy valami rossz volt. Hogy tudjuk ezt megtenni? Hogyha rossz benyomást kap a megszerzési vágyán belül, a kapnakarásán belül, tehát mondjuk valamit eltörök. Ugye én egy gyerek vagyok, fogalmam sincs, hogy ez mit jelent, de hogyha én tanítani akarom őt, hogy ez rossz, meg helytelen, meg ez a cselekedet helytelen, akkor jobban oda kell figyelni. Még ha nem is tudja, hogy nem érti a szándékot pontosan, nyilván azt akarom, hogy megtanuljon valamit ebből, ahhoz nekem az ő megszerzési vágyán belül kell megszólítanom azt a részét, amin végrehajtotta ezt. És nyilván egy olyan benyomást kell kapnia, hogy ez rossz volt, és ez a dologhoz így viszonyuljon. Tehát neki először kell építeni a helyes szándékot minden cselekedeten keresztül, amit végrehajt. Bármilyen mozdulatban. Tehát ezért nem milyen szándéka ősz tanulni. Tehát nyilvánvalóan valami fajta negatív benyomást azt így tudsz kompenzálni. Tehát valami fajta negatív benyomást mindenképp kell adnod neki, hogy ő tudja, hogy mit csinált. És hogy emlékeztetni tudjam arra, egy nagyon kellemes, kegyes módon arra, hogy mi történt. Különben ez nem tekinthető oktatásnak, edukációnak, nem tudom őt korrigálni.
Tehát ilyen módon a megszerzési vágynak negatívabbá kell válnia, hogyha a gyerek nem tanul meg ezeket a dolgokat tőlem, az apjától, akkor és később meg is fogja érteni, hogy nem tanulta meg, akkor nem tudom, mert arra emlékeztet, hogy még egyszer ne kövesse el, és akkor másodszor is végre fogja hajtani. De hogyha én jól csinálom, nyilvánvalóan akkor megkaphatom azt, hogy bocsáss meg, mert most már tudom, miről beszéltél. Ezt nevezzük úgy, hogy bűnbocsátkérés. Tehát neked azt kell elérned, hogy emlékezz arra, amikor először megdorgáltak. És a bűnbocsátnak a kérése mondja arra, azért egyfajta érzékenységet követel, mert nem vagyok elegendően érzékeny, akkor nem tudom, hogy a teremtő milyen helyzetet teremtett, és hogy milyen fajta jeleket ad nekem. Tehát nyilvánvalóan mondjuk valaki tényleg elviszi a rendőrség, hogy az előtt Cukával beszéltük, mondja rá. Az ember először fogja a fejét, hogy úristen, mit csinálják, jobb lenne meghalni. Utána pedig azt mondja az ember, hogy oké, milyen, micsoda jó dolog történt velem, a teremtő fel akar engem emelni. Azt akarja, hogy pontosan ezáltal is én vele tapadjak össze. És nyilvánvalóan itt van a rendőrség, és ugyan az összes rokonom azt gondolja, hogy bűnöző vagyok. Nyilvánvalóan ezt nehezen lehet ebből az állapotból kilépni. Tehát először kérni kell a teremtőt, hogy bocsásson meg, de nyilvánvalóan másik része pedig az, hogy megértsem, hogy mégis jót tett velem, amikor... Tehát nem a félelemből kell ezt kérni, hanem érezni kell a valódi ízét annak a cselekedetnek, amiben a teremtő engem belökött. Fejezzük be a cikket, hol vagyunk? נמצא לפי זה, שאז הוא המקום שיכול לראות האמת. את שיעורו האמיתי באמונת השם. Kiderül, hogy ez az a hely, ahol láthatjuk az igazságot. Ez pedig a teremtővedett hitnek a mértékevel ez egyesben történik meg, és minden bűn csak ebből a célból történt, hogy ez felkészítsen bennünket arra, hogy képesek legyünk kérni a teremtőt a bűnbocsánatra és az egyensúlyra. És akkor valóban elvárhatjuk az, hogy a hibának a valódi mértékét megértsük, hogy mennyire vagyunk bűnösök a király előtt, és hogy mire kell kérnünk a teremtőt. Az, hogy milyen bűnt követtünk el, amihez kapcsolódnunk kell, és hogy tudjuk ezt elkerülni, hogy többet ne kövessük el. Nyilván az érzékenységünk nagyon fontos, hogy mi az, amit a teremtő csinál velünk. Ez az a munkának a lényege, ez a bűnbocsát lényege, hogy hogyan lehetünk érzékenyek erre, hogyan tudjuk ezt elérni, hogy nincs már sajt a kívül, és nekünk mindig jó és jóságos teremtővel van dolgunk. Mindig. És abban a mértékben, amilyen mértékben mi akarjuk ezt a fajta bűnbocsátot, akkor tudjuk elkerülni a csapásokat, amiket előkészítettek a számunkra, tehát nekünk fölé kell emelkedni ezeknek a csapásoknak. És ezt nevezzük úgy, hogy gyere a fáraóhoz. Rav, én azt Tehát én azt érzem, Raff, hogy itt a Jom Kippurban már nincs igazi lényeg, mert nem kapcsolódik ez semmilyen módon hozzám. Mit jelent az, hogy nem kapcsolódik hozzád? Akkor nyilvánvalóan próbáld meg a Jom Kippur tartani az emberek tisztelete érdekében, ahogy tartja mindenki, és emelkedj az egót fölé, és próbáld meg a kabbalista módon is megtartani a Jom Kippur. Ha te azt mondod, hogy nincsen íz benned, a Jom Kippurkor, akkor ez az egód. Emelkedj fölé. Az egyetlen dolog, ami miatt tartom, mert mindenki tartja. Tehát eszem iszom úgy, mint a többiek. Hát rendben van, téged ez nem befolyásol, ez nincs probléma. De próbálj meg abból előnyt kovácsolni, hogy teszed, amit a barátok tesznek, azért, mert elfogad a csoportot. Ezen túlmenően kérdezett srác, van a bűnbocsánatnak bármilyen jelentősége? Az, hogy velünk legyél, és hogy ne a testedre gondolj, még ha eszel is és iszol is,
hanem csak a spiritualitásra gondol, és például az emelkedésre. Ebben ez a lényeg. Nyilvánvalóan ez a spiritás emelkedésben kell lenned. Mikor eszed a csirkét meg a rizst, nyilván erre kell gondolnod, semmi másra. Oké, de én nem látom a kapcsolatot az evés és ivás között és a spiritás emelkedés között. Hogy kapcsolódik ez össze? Mit jelent? Hát a többiek befolyásolnak téged, nem? Mikor kezdel? De azért mindenki együtt teszi, azért van ez. Mert mindenki mit teszünk? Az, hogy ünnepi ebédet teszünk, valóban ez egy különleges lehetőség arra, hogy a megszerzési vágy ugye különböző csapásokat kapott, és mégis mi képesek legyünk ezt egymással tisztázni. Tehát, hogy mennyire tudsz a saját gyomrod felemelkedni, a saját gyomrod kielégülése fölemelkedni, ez egy lényeges dolog. Tehát itt és most olyan vagy, mintha te lennél az ügyvédje a gyomrodnak. Tehát nem érzel semmit, nem tudod, hogy mire való az egész. De ilyenkor a gyomrod beszél egyébként, hogy nincs íze. Lép ki a gyomrodból, és próbálj megnézni, hogy akkor mi történik. Próbálj meg objektívan fölemelkedni mindennek, tehát próbálj meg ezt. Van ebben fény? Kérdez a srác. Miért abban a magyáron olvasunk? Van fény? Oké, na de én most a kajára gondolok meg arra az együttes eltöltésére. Ez egy különleges nap, felkészülünk rá, de ez egy szokás, nem? És mi követjük a szokást? Nem csak, mondja rá. Minden a mi világunkban, minden ágazatnak megvan a fizikai, tehát minden fizikai ágnak megvan a spirituális gyökere. Ezért tartjuk mi ezt. Oké, utolsó kérdésem. Tehát van ebben a napban valami különleges erő? Hát a fölfele húzta egy speciális erő, ez igaz. Magában a napban én nem tudom, mi van-e. Hát a nap az ugye az, hogy forog a föld a nap körül. Tehát ugye a nap az, maga az, hogy nap, mint fogalom, az egy a planétáknak, a bolygónak a rotációja. Tehát én most nem akarok ebbe a dologba belemenni. Ez nagyon komplex kérdés. Én az Európai Kongresszus, mondja Roy. Mi szeretnénk tudni, hogy hogyan tudjuk ezt helyesen elmagyarázni, hogyan tudjuk indikálni. Tehát hogyan tudjuk helyesen elmagyarázni ezt a folyamatot, amin keresztül megyünk? Európával kapcsolatosan. Nyilvánvalóan egyre több erőfeszítést kell tenni, és akkor látotok kell, hogy jönnek a csapások, és látunk a felébresztést is. És meg kell próbálni fölémelkedni mindezeknek. Tehát úgy nézzük egy egyesített európai csoportot, az igazi Babilont, ugye? Megpróbál egyesülni. Ugye egy kongresszusra nevezett eseményen Milánóban, ez a terv. Akkor az első az, hogy miért nem olyan egyszerű ez? Milyen attitűd jön, ami szinte infantilis, primitív dologként megakadályozza ezt a kapcsolatot? De ennek egyszerűnek kéne lennie, valami egységesnek. Van egy kongresszusunkkal, az egész Európa ott van, és összekapcsolódunk. Úgy fog bennünket segíteni a teremtő. És akkor fölteszek a kérdés, hogy miért nem így segít a teremtő, miért úgy segít? Oké, mondja a Roy. De hogy jut lehet Európa, és valóban spirituális? Ugyanúgy, mint úgy rakodik a nehézségekkel, mint bárhol. Tehát úgy, mint oroszok, amerikaiak, mindenki ugyanezt a csapást kapja. Fölé kell emelkedni a megszerzési vágynak, a kapni akarásnak. Mindig így ezt érezni kell, hogy a kapni akarásra mért csapások nektek segítenek. Hát így jön a segítség. Nyilvánvalóan a teremtőnek a szeretete az ilyen módon megvizsgálható. Tehát hogyan tudunk fölemelkedni a megszerzési vágynak, hogyha mindig jól érezném magunkat benne. Tehát mondjátok meg nekem, hogy lehet ezt megtenni. Tehát van 100 000 érv, amivel igazoltatni lehet bizonyos dolgokat, és akkor ez egy ilyen polippá válik, tehát az ítélet, és
mi van ellene, mi nincs ellene. Tehát gyakorlatban, mondja Rav, pontosan azáltal, hogy a nehézségek megérkeznek hozzánk, a teremtő felébreszt bennünket a kongresszus szervezésére, ráébreszt, és el kell jussunk abba az állapotba, ahol valóban képesek vagyunk egy magasabb szintre lépni. Tehát ennek eredményeképpen nekünk látni kell, hogy hogyan tudunk egy jó kongresszust építeni, hogy valódi tehát hogyan tudunk ellépni. Egy belső erővel, hogy sikeressé tegyük a kongresszust. Valóban ez Európa egy kemény hely. Mindenki el van válasza a másiktól. Tehát nagyon sok ország van, nagyon sok történelem, kölcsönös gyűlölet, elutasítás. Tehát Észak-Amerika vagy Dél-Amerika, ha ezt vizsgáljuk, minden összekeveredik most, és ha megnéztek, a világ többi része az egy meghatározott irányba megy, de Európa most nagyon nagy problémákkal küzdik a korrekció szempontjából. Tehát nekünk gondoskodni kell a jövőről, és a mi jövőnk, valóban az egész bolygónak a jövője, az egymástól függ, és nekünk az, hogy túléljük ezen a módon, nem folytatódik tovább a létezésünk. Tehát meg kell kapjuk a lehetőséget arra, hogy másképp éljünk. Tehát nekünk nyilvánvalóan megkaptuk a lehetőséget, mit tudunk tenni? Tehát nekünk egyesülnünk kell, de nyilvánvalóan nem, tehát pozitív módon kell egyesülnünk annak érdekében, hogy eltörjük a határokat egymás között. És nekünk Európára kell gondolnunk, mikor a kongresszus szervezzük, nem másra. Tehát nyilván a barátok összekapcsolódtak, és valóban egy egyesített csoport nyilvánult, meg valóban felismertük, hogy egy olyan állapotban vagyunk, amikor minden nehézség ellenére fölé akarunk emelkedni ennek, és csak az egységre akarunk irányulni, és valóban az olaszok és az európaiak mindenhonnan eldöntöttek, hogy minden nap meg fogjuk ezt tenni, amikor csak lehetséges, hogy a felkészülésünk tökéletes legyen. Most egy nagyon jó irányba megyünk. A kérdés csak az, hogy mi az az aktív cselekedet az európai barátok számára, ami valóban ezt a botot bukévá teszi a legfinomabb ízé. Úgy, hogy mindegy kisgyerek csüngtök az apán, úgy kell csüngeni nektek is a teremtőm. Semmi más nem tudtok tenni. Ahhoz, hogy ez az összetapadás megtörténjen, végre kell hajtani cselekedeteket, amiket meg kell tennetek. Oké, de mit jelent ez, hogy úgy kell az, mint egy kisgyermek fordulni? Hát minden nehézség, ami történik, nekem mindent úgy kell tennem, hogy a lehető legjobb módon a közös siker felé tudjunk elindulni. Tehát, hogy a tízes körben így kell, és
Tehát nekünk ezt el kell érnünk annak érdekében, hogy valóban meg tudjuk valósítani a kabala bölcsességét gyakorlatban. Hogy valóban elérjük a spirituális erőt, az, hogy a teljes valóságot, azt valóban kontrollálni tudjuk, és hogy valóban képesek legyünk ennek a vitalitásnak a forrását elérni. Tehát, hogy... Tehát mint egy kisgyermek, aki mindenféle módon próbál menekülni. Tehát, hogy hogyan tudunk megfelelő célszerűséggel viszonyulni mindehez. Tehát nekünk meg kell tanulnunk, hogy a Teremtő hogyan viszonyul hozzánk. Meg kell tanulnunk a felső gondviselésnek az irányultságát, hogy az gyakorlatilag az egónk ellen megy, és nem a szívben lévő pont ellen kell cselekednünk. Ez segíti a szívben lévő pontnak a kibontakozását, hogy valóban elveszítsük az egót, és képesek legyünk megszületni és megszökni az egónk elől. Ez az, amit az európaiaknak tudni kell. Ez ahogy viselkedni kell, és így kell látni a valódi segítséget. Hogy kell a valódi segítséget fentről. Mi soha nem... Tehát úgy kell nézni a valódi csapásokat, hogy ezek soha nem akartak bennünket bántani. A világcsoport azt kérdezi a Jom Kippurok kapcsolatban, hogy mi lesz sugározva, tehát hogyan tudunk mi integrálódni Izraellel, és nem lesz természetesen sugárzás, ez a bűnbocsánatnak a lényege, mi ezt a szokást fenntartjuk. És a barátoknak, akik... Tehát mindenkinek kell tudni dönteni, hogy hogyan követi ezt a napot. Mi itt Izraelben tanulunk és imádkozunk, és megvizsgáljuk a Jom Kippurnak a szabályait, és találkozunk egymással a Jom Kippur végén. Válaszolamat fogunk olvasni, és utána pedig elmegyünk a sírjához, nem lesz lecke. Oké, tehát hogyan kell akkor integrálódnunk mindebbe? Nyilván van az egy belső kapcsolat jelent. Ugye ez a belső kapcsolatnak egy sokkal fontosabb része. Oka van még egy kapcsolat, akik itt az izraeli időhöz kell igazítani az ünnepet, aki ünnepel. Nem, mindenki a saját időzójára megfelel ünnepeljen. Mivel napközben nyilvánvalóan a napnak a működéséhez kell igazodnotok, és mi az asztronómia órát fogjuk követni mindenütt, és ott is kell követni. Oké, akkor a tananyagról, hogy küldjünk-e nekik, tehát hogy részévé váljanak. Az oké, kérjétek meg Nivet, hogy minden csoportnak küldjék el, hogy elérhető legyen, hogy Jom Kippurkor miből fogunk tanulni. Tehát akkor bejelentések. A Los Angeles-i Kabbala Kongresszus, ez a következő lépés, ez az a címe. Mi mindenkit, minden tanulót a nyugati partról, Észak-Amerikából egy kongresszusra hívunk, Dr. Michael Lightmannal Los Angelesbe. Ez október végén van, november 2-án lesz a vége. Aztán az Európai Kongresszus Milánóban, október 24-26, minden európai tanulót hívünk, az Oktatási Központ tanulóit is, hogy jöjjenek el Milánóba, Olaszországba, október 24-én, 26-án találkozunk ott, felkészüléses részletek, és mondják az Európai Kongresszus oldalát, és ezzel befejezzük, szép estét mindenkinek!